Kedves kollégák, kedves barátaim, megmondom őszintén, hát csak néhány szót fogok mondani, hogy azért mondtam rögtön igent Vasy Géza elnök úrnak a fölkérésére, mert nagy szeretettel gondolok vissza azokra az időkre, amikor Fekete Gyulát itt a házban hallgathattam, anekdótáit, fantasztikus történeteit, visszaemlékezéseit 56-ra, hogy mi volt a forradalom idején ebben a házban, mit éltek át a magyar írók a sorsfordító pillanatokban, és milyen szerepe volt neki ebben személy szerint. De önmagában ezek a személyes momentumok, és az, hogy én is azok közé tartozom, akik némi rossz érzéssel, némi fájdalommal gondolnak arra, hogy a Magyar Írószövetség Kossuth-díj felterjesztései sorában a legtöbbször felterjesztett Fekete Gyula nem kapta meg a Kossuth-díjat, és ezt az ő személyiségét, munkásságát, könyveinek sorát ismerve mai napig méltatlan dolognak tartom, de mindezeken túl volt még egy mozgató rugója annak, hogy néhány köszöntő szót itt ma mondjak, az nevezetesen pedig az, hogy az én személyes életemben két dolog van, amit az elhalasztott lehetőségekből kifejezetten mondjuk, hogy lelkiismert furdalással, vagy ténylegesen jelentős hiányérzetet mindennapokban végig gondolva élek meg. Az egyik az, amit nem tanultam meg, tehát azok a hiányosságok, amikről tudom, hogy nagyon nagy szükségem lenne rá mindennapi munkában. A másik pedig, hogy nincs több gyerekem, mint amennyi van. De azért hozom ezt szóba, mert most a mindennapi politikai praxisban azt látom, hogy éppen Fekete Gyula munkásságának az értékelése és a politikai praxisba való átültetése a legnagyobb hiány. Ha tetszik, ez sokkal nagyobb gond, mint hogy nem kapott Kossuth-díjat. Hogy az a fajta figyelemfölhívás, ugye Európa, itt látjuk, SOS, amit én a magam szempontjából inkább úgy mondanék, hogy Magyarország, SOS, ez a mindennapi politikánkban szinte átülthetetlen, és ennek az okaira ő maga irányítja rá figyelmet. Még 2003-ban jelent meg a Hitelben a Megmarad-e még a magyarság című írása, amelyre én nagyon nagy szeretettel hívom föl a jelenlevők figyelmét is, bár gondolom, akik itt vannak, azok ezt az írást ismerik. És én a politikai gyakorlatban szeretném, hogyha ebből minél többet át tudnánk ültetni, mert azt látom, hogy államtitkár kollégák, országgyűlési képviselőtársak, akik nagyon szép gondolatokat fogalmaznak meg a magyar nemzet egységéről, a nemzet gyarapodásáról, a gyermekszám növekedésének a szükségességéről, azok a saját életükben nem vállalnak gyereket. Arra hivatkozva, hogy nincs idejük a munka mellett. Hiteltelen így a politikánk. Példát kell mutatni, gyerekeket kell nemzeni, gyerekeket kell vállalni, családot kell fenntartani, és hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem képviselhetjük hitelesen azt a politikát, amelyet egyébként szavakban minduntalan kifejezünk. Jó, mondjuk hozzá kell tennem, hogy a mi politikai közösségünkben, a kétharmados parlamenti frakcióban azért elég jól állunk, tehát messze az országgyűlési képviselők által vállalt és nevelt gyerekeknek a száma családokra vetítve messze meghaladja szintén az országos átlagot, de nagyon sokan vannak olyanok, akik nem vállalnak gyereket, és nem azért, mert nem lehet gyerekünk. Mert a legfontosabb üzenete Fekete Gyulának az, amit egyébként én más dolgokból is leszoktam vezetni, ugye ez a kulturális deficit, politikai deficit probléma, azaz, hogy hogyan válik a kulturális deficit politikai deficitté, és miképpen rombolja ez a demokráciának a minőségét. Ebben most nem megyek bele, de van egy másik fontos szempont, amiről azt írja Fekete Gyula, ha az elvénülő társadalomban megszilárdítják uralmukat az életellenes erők, a parlamenti demokrácia rövid úton a pusztulásba segíti. A létezés fennmaradás távlati érdekei csak áldozattal szolgálhatók, de hol az a pártrendszer a parlamenti demokráciában, amely nem a könnyebb élet ígéreteivel, hanem áldozatok vállalásával toborozná szavazóit, híveit. Befejezésül még annyit, írja Fekete Gyula, tisztában vagyok azzal, hogy a fenti jogfejtés, elemzés és az egész gondolatsor meredeken ütközik a civilizált, világszerte kialakult, kialakított gyakorlatokkal és forgalmazott elméletekkel, de azt már nem viták döntik el, hogy a demográfiában, a népesedéspolitikában kinek van igaza, hanem a természet vastörvényei. Nincs az a hatalom a fogyatkozó civilizált világban, amely a népesedés mai állapotát csak középtávon is konszolidálhatná, és az életellenes viszonyokat átmenthetné a jövőnek. Nincs az a hatalom, amely ezeket a viszonyokat megőrizve elkerülheti a pusztulást. Én tulajdonképpen egy embernek az alakját szeretném megrajzolni. 1986-ra, arra bizonyos ominózus írószövetségi közgyűlésre talán néhányan emlékeznek, amikor hát igazi ellentét robbant ki az akkori párthatalom és a magyar írók joggal mondhatom tisztességesebb fele között. Ezen a konferencián, ezen a közgyűlésen történt az meg, hogy egy olyan választmányi listát, amit a szövetség beterjesztett, a párthatalom korrigált, és kihúzott belőle nagyon sok nevet. Úgy érkeztünk a közgyűlésre, hogy már ott volt, hogy ki az, akiket a párt, majdnem azt mondtam, hogy emlékezetű Beresz János, de hát ő még egészségben, épségben él, kicsattandó egészségben, amit Beresz János akkor meglehetősen vöröslő arccal követelt az akkori közgyűléstől. Na, ilyen kihúzott ember volt Fekete Gyula, és ilyen kihúzott ember voltam én is. Ennyi volt közöttünk akkor a közös, hogy egyszerűen nem is értették sokan, hogy kinek miért volt veszélyes a magatartás. 1986 után kockázatos dolog volt, bármilyen furcsának tűnik ez ma, kockázatos dolog volt ebben a parkolópályára tett írószövetségben tisztséget vállalni. Hát azt hiszem, hogy az ifjabbaknak nem árt az emlékezetébe idézni, hogy akkor azon a bizonyos közgyűlésen és az utána következő pártharagnak a következtében, ha jól emlékszem, 23 magyar író volt, aki kilépett a Magyar Írószövetségből. Ezeknek a nevét nem az aranykönyv őrzi, valami más őrzi. Ez egy olyan dolog volt, nekem olyan volt, mint egy vízválasztó. Tehát akkor arról volt szó, hogy ki az, aki megretten, ki az, aki megrémül, és hát ki az, aki vállalja az esetleges következményeket. Ebben a furcsa helyzetben lévő írószövetségben jött egy telefon, amit Fekete Gyula indított felém, és azt mondta, hogy jöjjek be a szövetségbe, mert ő nagyon szeretné, hogyha én lennék a másik alelnök Cseres Tibor mellett vele együtt. Elcsodálkoztam. Én Fekete Gyulát ismertem, nagyon sokat jártunk vidékre, el kell, hogy mondjam, hogy különös párost alkottunk. Lényegében ugyanarról a dologról beszéltünk, de az élet más vetületéből. De mindig nagyon jól kijöttünk. De ez körülbelül olyan volt közöttünk, mint egy olyan kedves, hűvös bajtársi szövetség. Amikor jöttünk vissza a vonaton, akkor Fekete Gyula elkezdett beszélni Kaposvárnál, és Pestig beszélt, kiegészítette természetszerűleg azt, amit ott nem tudott elmondani. Én pedig végtelen örömmel hallgattam, mert nekem meg olyan volt a természetem, hogy ha már nem kellett beszélni, szívesen elhallgattam. De nagyon jó volt közöttünk ez a kapcsolat, de arra nem gondoltam, hogy Fekete Gyula a maga világában, amelyik azért nem volt olyan nagyon elragadtatva attól, hogy valaki nőlétére ír, ezt meg kell, hogy mondjam, mert hozzátartozik az igazsághoz, hogy erre gondolt volna. Nem is ez a lényeges, hanem a dologban az, hogy akkor számot vetettem én is magammal, és azt gondoltam, hogy ha írásban hitet tudtam tenni amellett, amiben hiszek, akkor kötelességem az, hogy a úgynevezett magánszférában is, tehát a saját személyes létemmel is demonstráljak valamit, amit igaznak vélek, elvállaltam ezt az alelnökséget. Így kezdődött Fekete Gyulával az a különös, nem barátság, mert a barátság az egy olyan nagyon mély fogalom, amit nagyon-nagyon kevesen élünk meg az életünkben. Talán a barátság szót el nem érő kölcsönös tiszteletadás és egymás lételveinek a tökéletes megértése. Gyula a szó és a tett embere volt. Én ezt eskü alatt hallom a kedves közösségnek, hogy én a Gyulától olyat soha nem hallottam, amit mondott, ne akarta volna megcselekedni. Tisztelt emlékezők, tisztelt közönség! Egy író magányosan dolgozik, egyedül építi fel műve szerkezetét, fogalmazza meg a cselekményt, és gondolkozik el az alkotás céljairól és mondani valójáról. Több évi írói munka után szinte minden alkotó átéri azt az érzést, amikor fellapozza korábbi írásait, hogy ennél a sornál is, annál a sornál is ma már másképp fogalmazna, vagy más lenne a mű szerkezete, vagy egyáltalán meg sem írta volna azt, amit megírt. Bármennyire is lelkesen fogalmazta meg valaki azt, amit megírt korábban, az idő őt is bölcsebbé tette. Minden írónak szüksége van tehát egy tanácsadóra, a sakkéletből vett példa szerint egy szekundánsra, aki egy átlagos olvasó szemével véleményezi vagy kritizálja a még készülő művet. Természetesen, mint ahogy a sakkéletben is a nagymester, a szekundáns tanácsait megfontolva, de önállóan dönt, az író is a kapott tanácsoktól függetlenül önállóan vállalja az alkotói felelősséget az írásaiért. Édesapám gyakran olvastatta el a családtagokkal a készülő írását, és erre a feladatra gyakran engem is felkért. Mivel sok írása közéletű tárgyú is volt, neki fel kellett készülnie azokra az ellenérvekre, kifogásokra, amelyeket esetleg nem látott kellően az alkotás hevében, ezért nem egy helyeslő, nem egy dicsérő válasz elégítette ki, hanem inkább egy távolságtartó kritika. Bizonyos értelemben egy kétkedői, mefisztói szerepet várt el mindig a családi kritikától, hiszen valójában őt csak az segítette, ha felkészül időben egy kívülről jövő keményebb észrevételre. Nagyon sokrétűek voltak ezek a párbeszédek, ezért talán csoportosítani lehetne őket. Voltak irodalmi természetű szekundási feladatok. Egy-egy elbeszélés, regényrészlet volt terítéken ilyenkor a vitában. Voltak általános műveltséget, tudománypolitikát érintő szekundási feladatok. Gyakran járt el ugyanis író-olvasó találkozókra, ahol szóba kerültek, sőt, már előzetes kérdések alapján már tudta, hogy szóba fognak kerülni, irodalomtól és közélettől is független tudományos kérdések, egyszerűen csak azért, mert erre voltak kíváncsiak. Ne fededjük el, hogy a TIT, azaz a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és az író-olvasó találkozók közönsége a legtöbb településen átvette egymást. Az író egy személyben népművelő is volt, ismeretterjesztő is volt, mert ezt várták el tőle, és ő bizony néhány év alatt is több ezer ilyen találkozón vett részt. Voltak szakmai természetű szekundási feladatok, közgazdasági népesítési adatok értelmezése és a következtetések levonása volt ilyenkor a vita tárgya. Voltak közéleti politikai természetű szekundási feladatok, ilyen esetekben az írás közéleti mondanivalója, értelme és várható utóhatása volt a beszélgetés középpontjában. Az idő rövidsége miatt most csak egy-egy példával jellemzem egy-egy feladatcsoport szokásos szekundási munkáját. Az irodalmi természetű szekundási feladatok többségét a stílus és a szókincs megvitatása tette ki. Maga a novella, az irodalmi mű szerkezete nem lehetett kérdéses, erre vonatkozóan meghallgatta ugyan a vélemény, de valójában már döntött. Például, amikor az elbeszélés vége nekem se ugyan nem tetszett, akkor azt válaszolta, hogy hát igen, éppen ez volt, ez az elégedetlenkedő érzés kivívása volt az író feladata, mert épp ezáltal jegyze meg a problémát és a művet. Ha egy nekem, és valószínűleg még sok embernek tetsző vége lenne az elbeszélésnek, akkor arról nagyon hamar el is felejtkeznének. Az anyanyelv ápolását mindig feladatának tekintette, ezért olykor vita tárgya volt egy-egy ritkában használt szó, tájszó szerepeltetése a műben. Az író feladata az anyanyelv lehető teljességének az őrzése, de ez nem mehet az érthetőség, vagy hát a hihetőség rovására. Például, amikor a novellában szereplő idős ember, idézem, gondosan kifaragta a sámli lábát, és belepászította a lyukba, akkor eltűnődtünk azon, hogy ezt a belepászította igét csak mi ismerjük, mert a Bükkaljáról származunk, vagy esetleg másoktól is elvárható az ismerete. Amikor valaki után óhajtozik, vagy valami után óhajtozik valaki, dévánkozik, ezt a szót kifogásoltam, azt mondta, hogy hát Veres Péter is, Szépernő is használta. Nagyszüleimtől is hallottam azt a szót, hogy elgorta, azaz felelőtlenül kidobálta, elhányta valaki a dolgait. Ettől függetlenül Budapesten már egy kicsit idegen neki éreztem. Az elprizsmitál igénél is aggódtam, hogy sokan nem tudják, hogy ez azt jelenti, hogy különösebb mondani való nélküli beszéddel vesztegeti valaki a drága időt. Voltak olyan szavak és szófordulatok, aminek viszont én sajnáltam a kivesző jellegét, és ha lehet, propagáltam. Például a fővárosban még használják azt a szót, hogy másfél, mint mértékegység, ami azt jelenti, hogy az első liter tej után még van egy fél, a második liternek már csak a fele van meg. Ugyanezt a logikát követve a Bükkallján még használják azt, hogy harmadfél, meg negyedfél, de itt a fővárosban ez már kiveszett, itt már a 2,5 megjelölést használják. Tehát ha lehet, hát szerepeltettem ezt a mértékegységet. Ugyancsak egyetértettem annak a szenvedő igeszerkezetnek az olykori leírásával, amit az ország nagyobbik része már nem használnak, pedig kár érni az anyanyelvet, ha eltűnne. Például csak akkor jöhetnek ide vendégek, ha már tiszta az udvar, és fölkapálódik a kert is. Ez a mondat azt nyomatékosítja, hogy idegenek előtt nem fognak szégyenkezni egy gyomos kerttel. Az is valószínű, hogy önmagától a kert nem kapálódik fel, de a beszélő kicsit sumákol, elkerüli azt a kényes kérdést, hogy a családon belül kire háruljon a kapálás terhes feladata. Hát még itt annyit mondanék, hogy a néha bizony az élet és kegyetlen az írókhoz, bizony az írók, tudom, milyen sokat gondolkoznak azon, hogy egy ritkábban használt szó belekerüljön a műbe, megágyaznak a szónak, és hát nagyon alacsony hatékonyságú ez a nyelvápoló munkájuk. Ha egy politikus csak annyit mond egy kihaló félben lévő szóra, hogy böszme, akkor egy egész ország egy generációra megmenti ezt a szót a kihalástól. Igen, köszönöm. Igen. Nyelvművelők. Megjegyzik. Említettem, hogy általános műveltséget, tudománypolitikát érintő szekundási feladataim is voltak. Ha egy találkozón az olvasói előtt megjelenő író nem tudott válaszolni általános jelleggel felvetett tudományos kérdésre, vagy legalábbis nem ígérte meg, hogy majd levélben válaszol, akkor óhatatlanul önnön irodalmi tekintélyén is csorba esett. Például, ma csak mondok több kis apró példát, a 70-es évek végén, 80-as évek elején más íróktól is sok helyen megkérdezték, hogy mi a véleményük egy a Szentendrétől Óbuda belsejéig húzódó úgynevezett szalagház tervéről. Mérnökök kiszámolták, hogy egy ilyen 10 kilométer hosszú ház révén több ezer lakással többet lehetne átadni ugyanannyi építőanyagból, hiszen az oldalfalak megsporolódnak, és a fűtési kiadás is jóval kevesebb lenne. Tehát ilyenkor én is latolgattam, hogy itt ez egy előny, ez egy haszon, viszont a közutaknak az átvezetésével gond lenne, az alapozással, vagy a biológiai és a szélcsatornák biztosításával. Végül is tulajdonképpen valami megvalósult érdekes módon ebből a tervből, ha valaki tudja, Óbudán van az ország egyik legnagyobb háza, a faluház, de a tervet végül is elvetették, de érdekes módon a legkisebb faluban is megkérdezték az írót, hogy na, mit szól hozzá. Gyakori kérdés volt őstörténetünk kérdésében a kettős honfoglalás ügyében történő írói állásfoglalás firtatása. Ebben a kérdésben is édesapámat nem az érzelmek, hanem a tényszámok vezérelték. Én össze tudtam neki szerezni a honfoglaláskori temetőkről, már 12 kötetes műt kiadtak, és például olvasta a Somogy megye honfoglaláskori sírjainak a statisztikáját, miszerint a 10. századi sírok alig 1/20 volt a honfoglalóké, a többi a több évszázada helyben lakó népességé. De ugyanez volt a megyék nagy részében a tapasztalat, hát nem ugyanez, hanem többségben voltak a helyben lakók, talán Zemplén, Bereg, Szabolcs megye volt kivétel. Ebből tehát levonta azt a következtetést, hogyha másfél évszázad múlva, amikor már megjelent az írásbeliség, és látták, hogy magyar nyelvűek a helyiségek, a szolganevek magyar nyelvűek, ezeken a helyeken is, akkor levont azt a következtetést, hogy itt bizony a honfoglalók magyar nyelvű népességet találtak, és különben elért volna minket a bolgár-törökök sorsa, akik néhány generáció alatt elveszítették eredeti anyanyelvüket a meghódított szláv többség miatt. Egyetértett tehát László Gyula kettős vagy Makai János többszöri honfoglalás elméletével, mert neki ez tűnt logikusnak. Inkább azt tűnt számára érthetetlennek, hogy a korral hivatásszerűen foglalkozó akadémista történetírás miért sajnálja le László Gyula véleményét, és miért nem fogadja el a rideg statisztikák láttán a kettős vagy a többszöri honfoglalás nagyobb valószínűségét. Nem véletlenül kérte föl László Gyulát, hogy adja le az ő általa szervezett Örökségünk könyvsorozatba a munkásságát, és ezáltal is gyarapította az Örökségünk könyvsorozat tekintélyét. Az olvasók gyakran kíváncsiak kedvenc szerzőjük világszemléletére, világot megmagyarázó felfogására, itt többször is felvetődött a hitére. Emiatt is többször kicseréltük híreinket, olvasmányunkat édesapámmal, például a kozmosz keletkezését megmagyarázó, a fizikusok körében ma általánosan elfogadott úgynevezett standard modell részleteiről. Ennek az ősrobbanás elméletnek az egyik filozófiai következménye az, hogy eltűnik, vagy legalábbis jelentéktelenné válik a materialista és a deista világfelfogás közötti különbség. Ezt a fizikusok már mondják, már tudják évtizedek óta, de ez a tudományos eredmény még nem hatolt be kellő mélységben az ideológiai osztályharc és a kultúrkamp sok résztvevőjének fejébe. Voltak szakmai jellegű szekundánsi feladatok. Ezek többsége demográfiai vagy azzal összefüggő foglalkoztatási, nyugdíjpolitikai vagy adópolitikai feladat volt. Ezekben az ügyekben is számára érthetetlennek tűnt, hogy előre kiszámítható demográfiai folyamatok következményeit miért tagadja le a gazdaságpolitika. Amikor az egypártrendszer szócsövében a Népszabadságban megjelent egy úgymond hivatalos és időzélben tudományosan megalapozott vélemény, miszerint Magyarországon minden kereső önmaga eltartásán kívül még annyi értéket állít elő, hogy őt ezt 106 éves koráig eltartaná, akkor édesapám még más lapokban sem vitathatta ezt az írást, annyira támadhatatlan és szent volt a párt állásfoglalása. Viszont számtalan olyan írás jelent meg, amely szerint felelőtlen és vészharangokat kongató a demográfiai tudományban laikus írók riogatnak, képzelegnek és lázálmokat látnak a nyugdíjkorhatár szükségszerű megnöveléséről. A sors fintora, hogy azóta több ízben is megnövelték épp azok a nyugdíjkorhatárt, akiknek időben rá kellett volna ébredniük önfelelősségükre, azaz az általuk elhibázott népesedéspolitika káros következményeire. Ezekben a vitákban nagyon sokszor kellett hazai és nemzetközi adatokkal segíteni apám küzdelmeit. Kellettek ugyanaz adatok, de ilyen esetekben is a józan gondolkodás hiányát fájlalta. Példázata szerint Robinson hiába tett volna bele a tengerészládájába hetente egy pennit, ettől az úgynevezett öngondoskodástól még szemernyit nem javult volna időskori ellátásának az esélye. A józan belátásra hivatkozva életképtelennek minősített mindenféle olyan időzélben öngondoskodó nyugdíjrendszer teóriát, amelyik a lényegről, a jövőbeni eltartókról nem gondoskodott. Véleménye szerint a zárt gazdasági rendszerben működő magánnyugdíjpénztárak eleve működésképtelenek, és csak primitív politikai erőszak tarthatja fenn ideig, óráig. Ezt a felelőtlen piramis játékot mindenki tudja, hogy kötelező volt belépni. Amikor a magánnyugdíj pénztárok évente nyilvánosságra hozták hozamaikat, akkor csekély szekundási segítség révén ő is kiszámolhatta, hogy a szokásos továbbélési valószínűség alapján a majdani nyugdíjpénztári nyugellátások a létminimumra sem lennének elégségesek. Azóta az elmúlt évben szembesülhettünk a szomorú ténnyel azzal, hogy a magánnyugdíjpénztárok kétharmada 10-12 év alatt, tehát 10-12 év befizetését felhalmozva, nemhogy hozamot nem tudott termelni a befizetők majdani nyugdíjának a fedezésére, de még a befizetések vásárlóértékét sem tudta megőrizni. Gyakran szembesült azzal a cselekvést lebénító, döntést halogató érvel, hogy nem csak nálunk, hanem más európai országokban is kedvezőtlenek a népesedési mutatók. Annak ellenére, hogy ő mindig mondta, hogy ő nem osztja azt a hozzáállást, miszerint más a helyzet, ha a szomszéd tehene is döglik, nem csak a miénk. Folyamatosan igényelte tőlem, mint szegundástól a hazai adatok mellett a nemzetközi népesedési adatokat is. Például az ENSZ-nek egy 2000. évi prognózisa szerint az elkövetkezendő 50 évben Olaszország jelenlegi népességének a 28%-át, Magyarország 25%-át, Spanyolország 24%-át, Ukrajna 22%-át és Japán és Oroszország 17%-át veszíteni el. 2006-ban először fordult elő, hogy az Egyesült Királyságban a fiú újszülöttek között a leggyakoribb név nem a John vagy nem a Jack lett, hanem a Mohamed. Megdöbbentették azok az Európai Unió szakértőitől közvetlenül származó hírek, mely szerint az Unió középpontjaiban egyáltalán nem foglalkoznak az Unió demográfiai jövőjével, sőt bizonyos mértékig gyanakodva kezelik a születésszám, azaz a távlati népességszám puszta fennmaradását szolgáló úgynevezett pronatalista intézkedéseket is. Ennek a jövő iránti érzéketlen hozzáállásnak a megingatására felrázó célzattal írta az Európa SOS című brosúrát, amit itt a székekre kiosztva önök is láthatnak. Elmélyedve a számításokban, hát gyakran elégedetlen volt a statisztikai mutatók mondani valójával is. Többször jelezte, hogy véleménye szerint például a leggyakrabban használt nettó reprodukciós együttható mutatószám, ami ugye azt tükrözi, hogy egy nő hány olyan lánygyermeket hoz világra, amelyik megéli ugyanazt az esztendőt, amelyikben az anyja őt világra hozta, egy kicsit bonyolult. Tehát ez számára elnagyolt volt, mert egyik országban 20 év ez az időpont, másik országban, mint Magyarországon, már mintegy 30. Sajnos Magyarországon már 0,6-nál kevesebben mutatom, majd önök fogják hallgatni a előadásokat. Az az ezt jelenti, hogy egy generáció alatt mintegy 40%-os lesz a szülőképes nők létszámának a csökkenése, tehát rámalja a baj. Tehát most egy kicsit egy mondatban visszatérek az ő javaslatára, de majd ezt nem mondom, hogy hiába azonos, tehát két ország nettó reprodukciója, ezzel csak érzékelteni akarom, hogy mennyi mindennel foglalkozott. Ha az egyik országban 20 éves korban érvényes az az átlag, a másikban meg 33, azaz mondjuk 100 év alatt az egyik országban 5-ször fordul meg a generációs körforgás, a másikban meg csak 3-szor, akkor ez csalóka, és jobb lenne egy 50 vagy 100 éves időszakra átszámolni ezeket a mutatókat, és úgy közölni a nemzetközi összehasonlításokat. Közgazdász előélet és képzettsége miatt nagyon jól látta, hogy a távlati népesség csak kellő munkahelyek léte esetén tudja betölteni az elvált feladatát. Nem csak a munkaerőbe, hanem a munkahelyek létesítésébe és időben kell beruházni egy társadalomnak. Már a 90-es évek elején szembe kellett nézni azzal a paradoxonnal, hogy az elhibázott népesedéspolitika miatt keletkező munkahelyveszteség és munkanélküliség olyan helyzetet teremtett, hogy az értetlen kívülálló megkérdezte, minek Magyarországon népesedéspolitika, ha itt munkanélküliség van? Így, mint szekundáns, gyűjtöttem arra vonatkozó adatokat, hogy a munkaerőhiány miatt, mármint a korábbi munkaerő miatt fellépő műszakszámveszteség és gépkihasználtság csökkenés miatt mennyire nőtt meg egy más jellegű modern munkai létesítési költsége. Emellett a kereső eltartott arány romlása miatt 2 évtized alatt, aki emlékszik még a számlákra, 10%-ról 44%-ra növekedtek a bérekre rakódó társadalombiztosítási terhek. Ez azt jelentette egy vállalkozásnál, hogy egyre többet vont el a társadalombiztosításra keletkező haszonból, azaz már arra nem futotta, hogy modernizálni, új munkahelyeket létesíteni lehessen, és egy teljesen lepusztult, elavult gépparkkal lépett be Magyarország 1990 után a világpiacra, nem csoda, hogy annyi cég hirtelen tönkrement. Mit akartam ezzel a folyamattal mondani? Hogy épp a romló népesedési helyzet okozott olyan következményt, hogy munkanélküliség támadt, azaz látszólag népesség felesleg. nagyon bántotta, hogy Magyarországon működtették Európa legcsaládellenesebb, a gyermeknevelést a legmagasabb adókkal sújtó személyi jövedelem adórendszerét. Mint szekundás szinten minden újabb adóévben ki kellett számolni, hogy mennyivel növekedett a gyermekeseket terhelő adósarc. A polgári kormányok alatt enyhült ugyan a gyermeknevelés sújtó adóteher, de ha baloldali liberális kormányok kerültek hatalomra, akkor mindig tekertek a gyermekesek adós présén, például mind 1994-ben, mind 2002-ben nagyon hamar megszűntek a gyermeknevelés, a többgyermekesek adókedvezményei, és megnőttek a gyerekesek adó terhei. Különösen fölháborodott 1994-ben, amikor épp Mikulás napján döntött arról az országgyűlés, hogy jelentősen megnövelte a gyermekes családok adóit. Mivel az ellenzék név szerinti szavazást kért, a családellenes nemzetpusztításra szavazó szocialista szabaddemokrata képviselők névsora a lakás legkisebb helységében volt fölragasztva, hogy alkalmasint rájuk is gondoljon. Nem élte meg, de mélységesen egyetértene azzal, hogy ma az alaptörvény védi a gyermekes családokat attól, hogy csak 50-60%-os parlamenti többség számukra aránytalanul magas közterviselést állapítson meg. Nagyon eljárt már az idő, már csak megemlíteném, hogy szót ejtenénk arról, hogy már 20-25 évvel ezelőtt foglalkozott a multinacionális vállalatok adóprivilégiumokban, transferálási gyakorlatában és a politikai hatalmat leváltó erejében lévő veszélyekkel, és ez itt a gyűjteményes kötetben is megtalálhatók ezek a gondolatai. Azért érdekes, mert most szembesül Magyarország ezzel a nagyvállalati koalíciós összefogással az Európai Uniós viták révén. És nagyon izgatta a termőföld és a vidékfejlesztés ügye. Hát itt is adatokkal próbáltam segíteni a munkáját. Nem részletezem most már a politikai vagy a közéleti vitákban betöltött szekundási szerepeket, mert egyrészt nem futja az időből, de ebből is úgy érzem, hogy amit eddig elmondtam, ízelítőt adott abból a családi szerepből, ami őt segítette a munkájába. Köszönöm a figyelmüket. Fekete Gyulát, akik, és ahogy én ismertem, jellemezte az a fajta racionalitás, hogy mindent pontosan a valóság felől szeretett volna közelíteni. Én a nemzet számadójára jöttem emlékezni, a Fekete Bojtárra, Sinka Istvánra utalva a 80. születésnapján, a Balaton Akadémia keszthelyi köszöntőjén Pap Árpád nevezte Fekete Számadónak szeretett és becsült idősebb testvérünket, Gyula bátyánkat. Nem főkönyvelő, ahogy az egyik nekrológba írta valaki, számadó, aki a saját lelkiismeretének akar csak megfelelni, egész életében a fölnevelő közösségnek. A számadó, aki a gazdának, a seregek urának, és gondolom, hogy most is egy lélegzetvételre sorolja a gondjainkat, amiket olyan sokszor hallhattunk tőle. Csoóri Sándor vezette Magyarok Világszövetsége elnökségébe, 1992-be került, Fonai Jenő lemondása után 94 és 96 között volt ő a Világszövetség anyaországi vezetője, és ekkor kezdte el szervezni a Százak Tanácsát, ami a meghívóba Vasy Géza elnök úr által adott címe ennek a néhány percnek. A Százak Tanácsát úgy kezdte szervezni, hogy a 150 vidéki és budapesti nemzeti civil szervezetből a harmad fél ezer, tehát a 2500 beérkezett nevet sorba rakta a kompjúter, és az első 100 lett a Százak Tanácsa. Gondolkodásába, politikai hitvallásába, személyiségébe, szakmájába merőben elütő emberek. Egyik részük azonnal jelezte, hogy ő X-el Y-on nem kíván együtt ülni, és elköszönt a tagságtól. Sajnos egyharmada ennek a 15 év előtti csapatnak immár örökös tagjaink közé került, És azt gondolom, hogy miután Fekete Gyula az első találkozón egy körlevélbe fölmérte, hogy szerintük a nemzet érdekébe, mert csak két párt van, az élet és a halál pártja, a nemzet érdekébe, az élet pártján dolgozni akarók közül, itt most 100 ember, mivel szeretnétek foglalkozni? A válasz 95-97%-osan úgy érkezett vissza, hogy a legfontosabb közügy az életkérdése. Mert ha nem születnek meg a gyerekek, akkor minek az autópályák, meg az iskolák. Aztán népegészségügy, iskolaügy, a kultúra kérdése. Itt jegyzendő meg, ugye mostanában többször több helyen idézték, az egyik ilyen világháborús válságköltségvetés tárgyalásokon mondta Churchill, mikor faragták a kultúra költségvetését, hogyha a kultúrára, akkor miért háborúzunk, hogyha nincs kultúra, nem kell rá a pénz, ha nem akarjuk. Valaki kiszámította, Szörényi Lacitól hallottam a példát, a tudományos könyvkiadásra fordított pénz 33 centi autópálya évente. 33 centiméter, így ennyi. Meggondolkoztató dolgok ezek, és miután a Százak Tanácsa az első pillanat, bocsánat, is a média és a termőföld volt még. Tehát az élet, az oktatás, egészségügy, kultúra, termőföld, médiaügyek. Nagyjából 15 év alatt a Százak Tanácsa újra meg újra a havi találkozókon ezekkel foglalkozik, erről mondják el a véleményüket, ki így, ki úgy. Én a díjak kérdését is egészen másként látom. Egy díj az nem egyszerűen valami plakett vagy valami plecsni, ahogy a zászló az nem bot és vászon. Néha nem árt erre még köztársasági elnököt is figyelmeztetni barátian, hogy Kosztolányi írt erről már. Arról van szó, hogy az a díj, az az elismerés, az egy közösség számára, hiszen az 5 írószövetség elnök közül 4-en fölterjesztők voltak annak idején Kossuth díjügybe. Ez a Magyar Írószövetség sok harcot megállt, nehéz helyzetekbe, nehéz vitákba, elvtársakkal, becsületesen, és az igazság mellett szívódó, értük viaskodó ember megbecsülése is. Ez egy közösség önmegbecsülése is. Ez a közösség ebbe a terembe veszített azzal, amikor újra meg újra sikertelenül terjesztették föl. Azt gondolom, hogy a Magyar Művészeti Akadémia, amikor kitüntette azzal az aranyérmével, ami egy nagy kitüntetés volt, az Fekete Gyula számára nem csak a magyar értelmiség színejavának a megbecsülése volt, hanem annak a tudása is, hogy a legtöbben azért az egy akolból valók értik azt, hogy ő nem egy pártért, vagy nem egy népcsoportért, vagy nem a paraszti osztályért, amelyről a mi gyerekkorunkban még tudtuk, hogy 56%-a volt a lakosságnak, ma már csak 6%-ot közelíti a földdel foglalkozóknak a száma. Hanem arról is szó van, ami Ángyán József lemondása kapcsán a Százak Tanácsának egy legutóbbi tanácskozási témája volt, de mi évek óta még szegény Márton János életében többször megfogalmaztuk, hogy a termőföld és a vízbázis, a nemzeti vagyonnak az a része, amit még nem kótyavetyéltek el, hát próbáljuk megvédeni. Ángyán József lemondása pont arra a példa, hogy ez bizony nem megy, ez elég nehéz pillanatilag. A történelem arra tanít bennünket, hogy minden erőnket a haza szolgálatába kell állítani, és amikor Csoóri Sándor arról ír, hogy a nemzetek azok nem a külső körülmények miatt szoktak meghanyatlani, hanem a belső hibáik miatt, akkor emögött ott van az is, hogy a felemelkedésüket is valahogy, és akkor ez már Széchenyi, amit mindnyájan jól ismerjük, hogy önmagunkon kellene kezdenünk a tökéletesedést. Az értelmiségi felelősségünk nyilván az, hogy ne féljünk kimondani őszintén, bátran a véleményünket, és a fölismert értékeket soha ne adjuk cserbe. Inkább vállaljuk azt, hogy együgyűek vagyunk. Az idei esztendő első napjaiban Vasy Géza tanár úrral szinte egyszerre kezdeményeztük ennek a mai közös emlékezés megszervezésének időszerűségét. Most vasárnap együtt ünnepelhettük volna 90. születésnapját. 2,5 évvel ezelőtt még biztos voltam ebben, látva, hallgatva a bölcs gondolatait, érezve fizikai erejét. De ilyen volt ő, ilyen mindenkor, hisz 3 évtizedig lehettem munkatársa, szépírói, szociográfus, társadalomtudományi, újságírói munkájának követője, voltam ennek hiteles tanúja. Amikor megtudtam, hogy a mai multidézi emlékezésnek hozzászólóként magam is részese lehetek, gondolataim között kutatva több találkozás jutott eszembe. Emlékezhetek a 80-as évekre, amikor kedves közös barátunk Fábián Zoltán váratlan és tragikus halálát követően, helyét megörökölve Fekete Gyula került az olvasólépért mozgalom élére. Számtalan kezdeményezések között figyelmre méltó volt a Magyar Könyvbarát Szövetség létrehozásának gondolata, de a könyvszakma, az érintett könyvkiadók és könyvkereskedő cégek már akkor is cserben hagyták, mint ahogyan ez néhány évvel később hasonlóképp előfordult. De beszélhetnék a Tokkai írótábor kezdeti évtizedeiről is, amikor a ma már 4 évtizede házigazda Sárai László kezdeményezésére viharos irodalmi népesedés politikai írói viták középponti vezérszónoka volt Fekete Gyula, legtöbbször vállalva a tábor védelmét a hatalom képviselőivel szemben is. Mivel itt ma kétszer is elhangzott Jókai Anna és Pomogáts Béla részéről a Tokkai írótábor, mint találkozóhely, szeretném a hitelesség érdekében megjegyezni, hogy 1972-ben adott először helyet Tokaj ennek az írótábornak. És bizony a 70-es és főleg a 80-as évtizedben minden egyes évben közelharcot vívtak a tábor szervezői a pártközponttal, Kornides-elvtársal, vagy a megyei párbizottság képviselőjével, az ideológiai titkárral, a Bunelvtársal, és ezt a harcot minden évben megvívták és megnyerték. Egy évben nem volt Tokay írótábor, mert addig halasztotta a pártközpont a döntést, hogy végül is már nem volt idő a 80-as évek második felében az írótábort megrendezni. Ezt csak azért vagyok köteles megjegyezni és észrevételezni, hogy 1990-ben, amikor a rendszerváltás volt, akkor átalakult a Tokay írótábor, és új kuratórium alakult, és azt hiszem, hogy a pofoncsapás, vagy a váratlan helyzet akkor volt, amikor megjelent, hogy az első Tokay írótábor tartja összejövetelét augusztusban. És akkor joggal a korábbi harcosok, a korábbi vezetői, vezérszónokai, Molnár Zoltán, Gergely Mihály, Fekete Gyula természetesen egyrészt megbántottak, másrészt pedig nem is hívták meg őket, úgyhogy ez a Tokay írótábor történetének egy jelentős és azt hiszem figyeleméltó időszaka. Eszembe jutottak a szenvedélyes olvasótábori beszélgetések is, amikor tanárok, munkások, könyvtárosok, diákok társaságában szólhatott arról, hogy mi végre vagyunk a világon, ahogy N. Pál Jóska mondta a sorskérdésekről. Végül úgy döntöttem, hogy az Örökségünk könyvsorozat történetét próbálom összefoglalni, amely élt 15 évet, megjelent 42 örökhagyó írói kötet az érintett alkotó saját szerkesztésével, közülük ma már sajnos csak 16-an élnek, és nincs velünk az egyszemélyes könyvkiadó alapítója, mindenre szerkesztő, a pénzügyi háttér megteremtője Fekete Gyula. Tehát ennek a sorozatnak van története, de vannak keservei is, és ebből mindjárt néhányat meg is említenék. A gondolat 1993-ban született, Fekete Gyula ekkor 71 esztendős volt. Az általa alapított Trikorol könyvkiadó, amely korábban zászlók és címerek gondozásával foglalkozott, ez időtájt profilt váltott. Ezt az árnyalatnyi pályamódosítást a szépírói utat követően oly módon is lehetett lemérni, amikor 1992-ben megjelent a Véreim magyar kannibálok című vádirat a jövő megrablásáról, majd 1993-ban a Csendes ellenforradalom közös vitairat ifjú Fekete Gyulával, valamint a Külön vélemény, amely szintén jegyzetek viták gyűjteménye. A sorozat megszületésének előzményeire Fekete Gyula naplójában 1999. november 29-én így emlékezik vissza. 1993 nyarán történt, a pártállam jól kiépített kiadói, terjesztői hálózata már romokban, a korlátoltságnak, a tehetetlenségnek, a gátlástalan kapzsiságnak és a politika sanda hatalmi törekvéseinek a kultúra e főrangú tartományát is kiszolgáltatta a privatizáció. Nyugdíjból éltem, írói jövedelmem évek óta elapadt. Végül a szerény tőkével rendelkező Kft. 100 000 forintot adományozott az Örökségünk Irodalmi Alapítvány létrehozására. Az alapító okirat szerint feladata élő irodalmunknak ez a legrangosabb könyvsorozata irodalomtörténeti jelentőséget ígér. Az író, a költő értékítélete saját életművéről, ebből az új szemszögből, új oldaláról jellemzi a szerzőt. A kezdeti időszakban Fekete Gyula azokat szólította meg, akikkel közvetlen kapcsolatban volt. A sorozat első 3 darabjaként Csoóri Sándor, Sütő András, Sánta Ferenc volt. Felkérő levéllel megszólította Simony Imrét, Mándy Ivánt és Wass Albertet. Levelet írt Nemeskürti Istvánnak, a Magyar Könyvalapítvány kuratóriumi elnökének, aki válaszában udvariasan jelezte, hogy a kuratórium sorozatot nem támogat, bízik azonban abban, hogy a képviselők nagyra becsülik a pályázó Fekete Gyula eddigi működését, és rokon szemmel fogadják el gondolásait. A kuratórium Csoóri és Sütő könyvét nem támogatta, Sánta Ferenc könyvére annyi támogatást adtak, amely a várható nyomdaköltségek 1/3-át fedezte. Fekete Gyula ebben a helyzetben szövetkezett az Intermix ukrán-magyar könyvkiadóval, amely vállalta a nyomdai munkákat, és kapcsolatai révén a Magyar Hitelbank és a Kereskedelmi és Hitelbank adott annyi támogatást, amellyel legalább a nyomdai számlák jelentős részét ki lehetett fizetni. Az ukrán-magyar nyomdai kapcsolat szépséghibája volt, hogy az esztétikai összképet lerontotta a könyvek papír minősége. Wass Albertről az a hír járta, hogy meghalt, de Fekete Gyula 1993. december 17-én kelt levelére Wass már január 6-án válaszolt. Kedves Gyula öcsém, megtisztelő kívánságodra itt küldök 3 könyvet. Az egyik csak a tiéd, egyedül. A másik 2-t használatra küldöm, válogass belőlük, ami csak kedvedre való. Az egyiket 1945-ben írtam Németországban, címe Erdő könyve, ezt fiamnak írtam. A másik a Hagyaték, az utolsó könyvem. A 2 között 46 könyv rejtőzködik magyarul, angolul, németül, spanyolul. Egy hosszú élet munkája, magyar szeretettel köszönt Albert bátyád. Fekete Gyula, hogy a határon túli magyar irodalom támogatását megteremtse, pályázatot nyújtott be a Művelődési Minisztérium határon túli magyar könyvek kiadására kiírt felhívásra válaszként. Majd később ugyanilyen szándékkal a Soros Alapítvánnyal is felvette a kapcsolatot. Mindkét esetben elutasítás volt a válasz. Időközben megjelent Csorba Győző, Mándy Iván, Páskándi Géza kötete. Csorba Győző és Páskándi Géza nem érte meg a kiadást, Mándy Iván pedig a kötet bemutatása után halt meg rövid időn belül. Fekete Gyula szerette volna Nemes Nagy Ágnes, Fodor András, Berta Búcsú és Szeberényi Lehel által válogatott kötetek kiadását is gondozni, de a váratlan halálhírek minden esetben megakadályozták ezeket a terveket. Fekete Gyula szívósága közismert volt, tehát azért figyelemre méltó az a sorozat, amit most mondok. 43 bankot és 14 biztosító társaságot vett célba sikertelenül. Tárgyalt Benedek István tanácsára a Magyar Könyvklubbal, de hamar kiderült, hogy nem egyeznek az elképzelések. Biztató jelzések után felkereste a Nemzeti Alapítvány, a Magyar Kultúra Alapítvány, az I&S Alapítvány, a Nemzeti Bank, a Gyáriparosok Országos Szövetsége képviselőjét. A legtöbb segítséget a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Könyvalapítvány nyújtotta, hogy a sorozat, ha visszafogottan is, de változatlanul életben maradhasson. Minden pályázatot visszautasított az Országos Játékalap, a Budapest Bank Budapestért Alapítvány pedig nem segítette, Mándy Iván könyvének kiadását, pedig a szerző a Főváros díszpolgára címbirtokosa volt. Fekete Gyula megszenvedte azt is, hogy milyen feladatok várnak civil szervezet, jelen esetben egy alapítvány képviselőinek. Hivatali levelek sokassága, cégbírósági kötelezettségek, az APEC dörgedelmes hangvételű határozatai, stb. Stb. Miközben megjelent Juhász Ferenc, Hegedűs Géza, Hubai Miklós, Varga Domonkos, Borvándi Gyula. Az alapító szerkesztő kiváló egyensúlyteremtő készséggel gondoskodott a költészet, a próza, a drámai irodalom jelenlétéről, valamint a határon túli magyar irodalom képviseletéről. Amikor a sorozat 20. darabjaként megjelent Juhász Ferenc életmű válogatása 98. június 10-ére a múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum műsoros esten köszöntötte az Örökségünk sorozat alapítóját, a szerkesztőt és a könyvújdonság szerzőjét. Már akkor és nem is először beszélgettem Gyula bácsival arról, hogy ez az irodalmi jelenlét számára miért ilyen fontos. Kendőzetlenül beszélt arról, hogy az kortársak örökségét ilyen módon magáénak is tekinti, ezért vállalkozott erre a küldetésre. Elmondta, hogy jó lenne, ha a megjelent művek kéziratai, levelezése és egyéb dokumentumok majd egyszer a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárába kerüljenek. Az intézmény akkori igazgatója, Praznovszky Mihály, akkor erre ígéretet tett. Ekkor kaptam meg először Fekete Gyulától azt az ajánlatot, hogy legyek segítője, támogatója a napi munkában, kérjük fel együtt a szerzőket, kísérjen figyelemmel a kézirat útját, a beérkezéstől a nyomdán át a megjelenésig, vállaljak szerepet a könyvek eredményes terjesztésében, népszerűsítésében. Megtisztelőnek tartottam a felkérést, de akkor még elhárítottam. Ezekben a napokban írt levelet Hámori József miniszternek, amely meglehetősen elkeseredett hangvételű volt. Megtakarított pénzem szántam rá a sorozatra, mert meggyőződésem, az örökségünk előbb-utóbb a könyvtárak alapsorozata lesz. Sem az alapítványnak, sem a könyvkiadónak nincs fizetett alkalmazottja, viszont adóssága sincs, és jelentős raktári készlete gyűlt össze. 77. éves vagyok, szeretném átruházni a könyvsorozat gondjait, de előbb igyekszem megalapozni a jövőjét. A levélre dr. Pál József helyettes államtitkár válaszolt. Több munkatársammal együtt széles körben kerestük a sorozat jövőjét biztosítható lehetőségeket. Tettük ezt annál inkább, mivel kitűnő ötletnek tetszett, hogy a legkülönbözőbb ízlésirányzatoknak megfelelő stílusokban jelentős írói életművet létrehozó alkotók maguk állíthassák össze az általuk legtöbben értékelt írásaikat. A sorozat zemének ismeretével indokoltnak látszik, hogy támogatásban részesüljön. Ez azonban nem lehet kizárólag a tárca feladata, már csak azért sem, mivel a jelenlegi pénzügyi rendszerben közvetlen minisztériumi támogatás nem is adható ilyen célra. Azt javasoljuk, hogy pályázzanak támogatásért a Magyar Könyv Alapítványnál és a Nemzeti Kulturális Alap Irodalmi és Könyvszakmai Kollégiumánál. A Magyar Írószövetség 1998 évi közgyűlése határozatában a következőképpen fogalmazott. Az Írószövetség egyetért a kezdeményezéssel, és kész erkölcsi támogatást adni a könyvsorozat folytatásához. Egyben kéri a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, a Nemzeti Kulturális Alapot, a Magyar Könyv Alapítványt, hogy a könyvkiadás támogatására rendelt költségvetési keretekből adjanak elő segítséget. Fekete Gyula ekkor joggal képzelhette, hogy a hivatali körbe zárult. Naplójában ezt úgy minősítette, a sorozat 2005-ig nem folytatódott. Az újrakezdéshez erőt adott, hogy Hiller István 2005-ben a miniszteri keret terhére 10 millió forint céltámogatást ítélt meg a sorozat további folytatásához. Ez a pénzügyi támasz lehetővé tette az újabb művek kiadását, ebből 7.653.000 forint volt a későbbiekben a nyomdaköltség. Ez szinte erőn felüli vállalkozásnak tűnt, ekkor már kötelességemnek tartottam, hogy Gyula bácsi felkérő gondolataira igennel válaszoljak. Ekkor a sorozat híre eljutott olyanokhoz is, akik kérték gyűjtemény és kéziratuk megjelentetését, és ehhez saját költségükkel hozzá is járultak. Fekete Gyula azonban ekkor is fontosnak tartotta minden egyes munkánál az irodalmi érték jelenlétét. Fontosnak tartotta azt is, hogy a kiadást semmiféle szélsőséges politikai szándék ne zavarja meg. Hozzáteszem, hogy ilyen kényszerhelyzet egyszer sem fordult elő, de Fekete Gyulát cenzori szerepben nem is tudtam volna elképzelni. A támogatási készség természetesen nem javult, azt az alapvető szándékot soha nem sikerült megvalósítani, hogy a határon túli és itteni legjelentősebb mintegy 1000 könyvtár polcaira eljusson az örökségünk teljes sorozatának legalább egy-egy példánya. Ezt 1993 és 2008 között egyetlen egy hivatalában lévő kulturális tárca nem tudta vagy nem akarta felvállalni. 2006-ban pedig megjelent Csák Gyula, Györfi László, Gyurkovics Tibor, Jókai Anna, Kárpáti Kamil, Szakonyi Károly könyve. A 2008. évi ünnepi könyvhéten kiadásra előkészítette és megjelent Baranyi Ferenc, Csurka István, Hegyi Béla, Kántor Lajos, Nemes László, Takács Tibor és Tóbiás Áron kötete. Jó szívvel őrzöm a szerzők által dedikált kötetek példányait. 2009-ben Gyula bácsi gyengülő szervezete, valamint a felhalmozódott raktári készlet terhei miatt bizonytalanná vált a sorozat jövője. puhatolózó egyeztetések, kiadói tervezgetések tárgya volt, hogy folytatás esetén jó lenne, ha Csukás István, Kalász Márton, Kányádi Sándor felkérése mellett előkerülhetne Balog Edgár és Rákos Sándor évek óta fiókban őrzött kézirata. Egy nap arról beszélgettünk, vajon lesz-e erő és szent akarat ahhoz, hogy egyszer majd az 50. mű megjelenését ünnepelhessük. 2010. januárjának első hetében Gyula bácsit betegágyában találtam. Szokatlan volt, és ez a beszélgetésünk is nagyon csendesnek sikeredett. Búcsúzáskor megfogtam kezét, és riadtan, megdöbbenten tapasztaltam, most olyan történt velem mellette, amilyet még soha nem éreztem. Az én készorításom volt az erősebb. Akkor láttam utoljára. Gyula bátyám, köszönöm neked szellemi örökségedet, amely erőt ad mindenkinek, aki őt ismerhette, és legalább egyszer beszélgethetett vele. Sorozatában Kóstoló címmel megjelent kötetének első oldalára a következőket írta. Maróti Pistának 30 éves baráti kapcsolatunk dokumentálására a továbbiak reményében. 2006. június 1. Ezért is éreztem kötelességemnek, hogy naplója segítségével mindezt elmondjam. Köszönöm, hogy meghallgattak.